Szeretettel köszöntök mindenkit, Salamon Márk vagyok, a következő egy-másfél, vagy ha úgy alakul, két órát én fogom moderálni. Tisztelettel köszöntöm Leidinger István polgármester urat, és annyit elmondanék erről a rendezvény sorozatról, hogy elindítottuk a városházi diskurzust még tavaly, és akkor tematikusan végigvettük, hogy milyen célcsoportok vannak, és arra gondoltunk, hogy a vállalkozókat mindenképp külön kezeljük. Kulcspartnereket látunk önökben. Köszönjük, hogy eljöttek, meghallgatnak minket, meghallgatják polgármester úr prezentációját, hallani fognak az elmúlt fejlesztésekről, a közelgő fejlesztésekről, és megmutatjuk, hogy milyen kapcsolódási pontok vannak, és a prezentációt követően pedig lehetőséget biztosítunk egy ilyen kérdés-felelek szekcióra, ahol várjuk a javaslatokat, akár azzal kapcsolatban, hogy önök hogy tudnának kapcsolódni a fejlesztésekhez, mert az a stratégiai célkitűzés, hogy a következő években egyre nagyobb arányban pomázi vállalkozók dolgozzanak a pomázi projekteken, illetve egy kommunikációs fejlesztés előtt állunk, de nem lőném le a poént, ezt majd polgármester úr ugyancsak prezentálja, úgyhogy át is adom a szót. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm a megjelent cégek képviselőjét, és akkor engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy elindítok egy jelenlétívet körbe, hogy regisztráljunk, hogy kik azok, akik itt vannak, illetve készítettünk egy kis hamuba sült pogácsát kis vízzel, mert szegény az eklézia. Majd ne szaladjanak el, kérem, hogy fogyasszanak. És amiről ma szeretnék beszélni, az gyakorlatilag az, amit kiküldtem a regisztrációjukra levélben, de igazából nem szeretném ilyen napirendi pontokra szétbontani, hanem egybe ledarálnám az egészet, és ahogy az előbb elhangzott, ennek az egésznek az lenne a célja, hogy pomázi vállalkozókat minél jobban vonjuk be a pomázi munkákba, hiszen hát önök itt helyi iparűzési adót fizetnek, amit köszönjük szépen, viszont hát akkor nekünk is közös érdekünk, hogy minél inkább részt tudjanak venni azokba a vállalkozásokba, illetve azokba a munkálatokba, amit a város meghirdet. És ahogy észrevettem, hogy a helyi cégek, nem csak a helyi cégek, hanem általában a kisvállalkozók, kisvállalkozások el vannak rettentve, hogy önkormányzatnak vagy közigazgatásnak dolgozzanak, mert olyan dolgokat kérünk, hogy ezt meghallja egy vállalkozó, akkor égnek áll a haja és el fog menekülni. És most azt szeretném prezentálni, és ebbe készítettünk össze önöknek egy kis segédletet is, amiben tettünk be ilyen átláthatósági nyilatkozatot, tettünk be ilyen összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Ezeket nem mi találjuk ki, ezeket a hülyeségeket, ezek jogszabályban jelennek meg, viszont abban a pillanatban, hogyha valaki ilyet nem nyújt be, vagy nem jól nyújtja be, akkor abban a pillanatban érvénytelen a beadott pályázata, és nem indulhat ezen a munkán. Hagy mondjak el egy kis történetet. Ja, illetve még azzal egészíteném ki, hogy most ezek a nyomtatványok, amit odaadunk önöknek, illetve megmutatom, hogy kell ezeket kitölteni. Nagyon egyszerűen csak be kell karikázni, aláírni, dátumot írni viszontlátásra. Tehát ennyi a történet. Tehát ezek a kötelező nyomtatványok és egy beszerzési eljárásnak ez kötelező melléklete. Ez nem csak a pomázi önkormányzatnál, hanem minden egyes önkormányzatnál, minden egyes államigazgatási szervnél kötelező így benyújtani. Tehát nem csak azért kell eltenni, mert hogy jó lesz pomáz, ez bárhova jó lesz. És hagyd mondjak egy példát, jött hozzám egy vállalkozó, aki a derapata kaszálását, a keserűfőnek az írtását szerette volna megcsinálni. Fiúnak szerintem nem volt meg a 8 általános
iskolája, ahogy mondani szokták, hogy egyszerű volt, mint a pont, és hát mondtam neki, hogy ez nem így működik, hogy ide jön hozzám, és polgármester ad neki munkát, ő kimegy, megcsinálja, én meg benyúlok a szekrénybe, és kifizetem a pénzt, hogy azért nem ilyen egyszerű a történet. Mondom, azért ide be kell nyújtani ilyen papírt, olyan papírt, elővette a batyuját, kivett belőle egy dossziét, és azt mondja, hogy mi kellenek hozzá. Hát mondom, cégkivonat, aláírás, átláthatóságnyilatkozat, és így minden pakot, és így csak néztem. És azt mondja, hát nem csak Pomázra jött, ő máshol is dolgozik, tehát ő neki a könyvelője összekészítette, ez egyszer megvan, és azóta járja a világot, és mindenhol ezt mutatja be. Tehát valahogy így is lehet csinálni. Na, tehát akkor amiről ma fogunk beszélni, az gyakorlatilag Pomázváros önkormányzatának a 2024 évi beruházási, felújítási, üzemeltetési, költségvetési terve, milyen munkálatok voltak ebben az évben, illetve milyen munkák várhatók még. Természetesen, mivel önkormányzat vagyunk, azért itt nálunk van egy ismétlődés, és minden évben ilyenekre lehet számítani. Hogyan jelentkezhetünk a beszerzési, közbeszerzési, pályázati kiírásokra, milyen dokumentumokat kell összekészíteni és benyújtani, és akkor a végén pedig a kommunikációs fejlesztésekről, együttműködési javaslatokról, partnerprogram javaslatokról fogok néhány gondolatot mondani, és hogyha van kedvük, akkor utána még tudunk egy konzultációt is lefolytatni, csinálni. Először akkor, amiről már tettem némi utalást, ez a helyi iparűzési adó, amit önök befizetnek az önkormányzatnak. 1023 pomázi cég volt regisztrálva a cégmérlegben a COVID előtt, azóta több van. Azért szeretném kiemelni, hogy a cégmérleg adataira támaszkodom, mert polgármesterként még nekem sincsen rálátásom a helyi adóhatóságra, ugye az a polgármesteri hivatal jegyző hatáskörébe tartozó szervezet, adótitokként kezelik mindenféle adóval kapcsolatos tevékenységet, tehát mint polgármester én sem látok rá, én sem tudom befolyásolni ezeket az adatokat, így én is nyilvános adatbázisból veszem ezeket az adatokat, és ebbe az szerepelt, hogy a pomázi 1023 cég összesen 49,7 milliárd forint értékesítésből származó nettó árbevételre tett szert. Az adózott eredmény az 2,6 milliárd forint volt, a saját tőke 20,3 milliárd forint, és 2198 főt foglalkoztattak, ami azt mondom, hogy nagyon szép adat, és ebből a 49 milliárd forintból látjuk, hogy az iparűzési adó Pomázon, nem csak Pomázon, most már az országban mindenhol 2%, tehát hogyha ennek a 2%-át veszük, akkor gyakorlatilag az önkormányzatnak ebből durván majd egy milliárd forint bevétele származik. Annyi nem, mert ugye bevezetik ezt a sávos adózást, és ugye ez egy kicsit torzítja a bevétel, de jelentős adóbevétele származik az önkormányzatnak. Hoztam egy ábrát, hogy látható legyen, hogy 2016 és 2024 között hogyan alakult a városnak az adóbevétele. Kék mezőben láthatók az építményadók, látható, hogy az építményadóban is van egy kis emelkedés. Ez gyakorlatilag az új építményeknek a megjelenése, illetve az építményadónak a struktúrájának a változása, ugyanis kedvezményeket töröltünk el az építményadónál. Maga az építményadó nem emelkedett, tehát az adó mértéke nem emelkedett, viszont olyan kedvezmények, ami ilyen kezelhetetlenek voltak, azokat töröltük el. Tehát amikor az első adóbeszámolót láttam, az volt benne, hogy Pomázon 6200 építményadó fizetésre kötelezett adóalany van, ebből 5000, mit tudom én, hány valamilyen kedvezményt kap. Hát mondom, milyen az az adórendszer, aminek a 90%-a a kedvezményből áll, és akkor ezért ezen változtattunk. A sárga csík, vagy narancssárga csík, ott is narancssárga, igen, a narancssárga csík az a telekadót mutatja, az látható, hogy az egy picike sáv, és a szürke, az pedig
pedig az iparűzési adó, és az iparűzési adónál látható, hogy 23-ban, 24-ben egy jelentős ugrás volt. Hát ez köszönhető egyrészt annak, hogy több cég van, erre majd ki fogok térni, illetve köszönhető annak is, hogy véget ért a Covid-járvány, ami látható, hogy egy kis visszaesést okozott a gazdaságba. Van egy nem mérhető, illetve nagyon nehezen mérhető idegenforgalmi adó, nem is lehet látni az ábrán annyira vékony sáv, és van egy zöld sáv, ez az átengedett adó, ami az úgynevezett gépjárműadó volt, ami 2019-ig volt bevétele az önkormányzatnak, illetve az államnak, és így felesbe utána változtattak ezen az arányon, aztán teljesen elvonták az önkormányzatot, tehát ilyen adót most már az önkormányzat nem tud szedni. 2024. május 31-éig kellett önöknek is bevallani a 2023-as évi adóról a benyújtást. Magát a nyomtatványt nem mi találtuk ki, ez egy központi nyomtatvány. Mi se értjük, hogy mi van benne leírva, szerintem önök se értik, hogy mi van benne leírva, de a lányok megpróbálnak benne készségesen segíteni, miután megértik ők is, hogy mi van benne leírva. Tavaly volt, ha jól emlékszem, amikor a helyi adókról egyáltalán a kivetés, ugye március 15-ig kellett volna benyújtani, és a maga kivetés az valamikor csak áprilisban lett kiküldve, ugyanis ez egy központi szoftver, az egész országban ezt használják, és valami szoftverfejlesztést hajtottak végre, és összeomlott a teljes adórendszer, nem csak nálunk, hanem az egész országban, és azért volt az, hogy késve került kiküldésre. Kisvállalkozókról beszélünk elsődlegesen. A jogszabály alapján kisvállalkozó az, akinek az éves nettó árbevétele maximum 25 millió forint, illetve hogyha kiskereskedőről van szó, vagy általánadózó vállalkozóról van szó, akkor 120 millió forintnál nem több a bevétele. Tehát Pomázon mikrovállalkozásokról és kisvállalkozásokról tudunk beszélni. Az első fél éves zárásig 2379 darab helyi iparűzési adóbevallás érkezett a múlt évről, ami azért lényeges adat, mert ugye az előbb mondtam, hogy 1000 valamennyi helyi vállalkozó van a cégmérlekben a Covid előtti időszakban, és gyakorlatilag most majdnem a duplája érkezett a bevallások szerint. 2023 évre 891 adózó választotta az egyszerűsített sávos adóalap meghatározását. 2024. július 20-áig azt látjuk, hogy az adóalap az 13,8%-kal emelkedett, tehát magyarul, amiből majd ezt a 2%-os helyiparűzési adót fogjuk képezni, ez magasabb lesz, magasabb az adóerő képessége a településnek, ami két dolgot fog jelenteni. Az egyik az, hogy az állami normatívák csökkenni fognak, ami nekünk nem jó. A másik pedig, hogy a fizetendő szolidaritási adó összege meg fog emelkedni, ami megint csak nekünk sem jó. Igazából ez egy ilyen kicsit ilyen furcsa dolog, hogy annak idején, amikor a helyi iparűzési adó bevezetésre került, akkor pont arról beszéltek, hogy az önkormányzat a működési kiadásokat megkapja a normatív támogatásokból, abból működtesse az önkormányzat a közszolgáltatásokat, és a helyi iparűzési adóból pedig lehet fejleszteni. Ez egy nagyon jól hangzó dolog, és hogyha ez úgy működne, ahogy ezt annak idején megálmodták, akkor gyakorlatilag most arról kéne nekem beszámolni, hogy működik a település, működnek az óvodák, iskolák, kátyúzzuk az utakat, világítjuk a közvilágítást, minden működik, és van 777 millió forintunk egy évben helyi iparűzési adó bevétel, amiből fejleszteni tudunk. Sajnos ez nem így van, mert ebből a 777 millió forintból nagyon sokat be kell tenni a működésre, majd ebből fogunk látni néhány számot, ki kell pótolni, hogy működtetni tudjuk a települést, mert hogy nem elegendők a normatívák, és minél magasabb lesz a helyi iparűzési adónk, annál
kevésbé, annál jobban csökkenni fog a működésre szánt állami támogatás. Tehát pont egy ilyen furcsa dolog, hogy azok az önkormányzatok, akik megpróbálnak ilyen vállalkozásbarát tevékenységet folytatni, próbálják minél jobban beletaposni a betonba, hogy kilódjanak saját maguk. Szolidaritási adóról 2023-ban fizettünk először szolidaritási adót, ez összesen 7 millió forint volt, 2024-ben már 30 millió forintos szolidaritási adót fizetünk, és 2025-re további emelkedés várható, abba már előre biztosak is lehetünk. Itt van a szolidaritási adónak a kiszámítási táblázata, amit kolléganőm összerakott. Itt látható, hogy 37 milliárd forint voltak a 2022-es iparűzési adó, és 30 milliót egy ilyen furcsa képlet alapján kellett kiszámolnunk, és akkor jövőre ez még több lesz. Rátérnék Pomázváros költségvetésére. Néhány gondolat róla. Pomázváros 4,4 milliárd forintos éves költségvetésből gazdálkodik. A bevételek központi költségvetési működési támogatásból állnak, saját bevételekből állnak. Látható, hogy ez körülbelül ilyen 50-50%-ban oszlik meg. A saját bevételekben vannak a közhatalmi bevételek, ugye ide tartoznak a helyi adók, a működési bevételek, felhalmozási bevételek. Idén is terveztünk a költségvetésbe 210 millió forint felhalmozási bevételt. Ez gyakorlatilag 210 millió forint értékű terekértékesítés lesz, amit általában nem szoktunk végrehajtani, mert más úton, módon ezt a bevételt tudjuk pótolni, tehát most sem értékesítettünk telket, ez inkább csak a költségvetés egyensúlya miatt kellett betervezni, és van 1 milliárd forintos finanszírozási bevétel. A mellette levő két oszlopban látható azok a fő paraméterek, hogy a város mire költi ezt az irdatlan mennyiségű pénzt, és hát igazából látható, hogy általános és adóigazgatási feladatokra valami 800 millió forintot költünk, zöld területrendezésre 52,3 millió forintot költünk, közvilágításra 112 millió forintot költünk, hozzáteszem így halkan is egymás között, hogy csak azokra a lámpákra, amik hivatalosan vannak, ugyanis most akarjuk a közvilágítást korszerűsíteni, és egyszerűen nem jött ki a matek, amikor bekértük a lámpakatasztert és megszoroztuk a fogyasztást a működési idővel, és egyszerűen nem jött ki a matek, így kénytelenek voltunk egy vállalkozóval fölméretni az egész hálózatot, kiderül, hogy valami több mint 1000 lámpával van több felszerelve, és ezek illegálisan felszerelt lámpák, vagy nincs is rákötve a közvilágítási hálózatra, hanem rendesen a valamelyik trafókörről megy, vagy még onnan sem, tehát így égnek állt a hajam, és próbáljuk most ezeket rendbe tenni. Köztemető üzemeltetésre 2 millió forintot, 2,5 milliót, utak fenntartására 150 millió forintot, építési beruházásokra 653 millió forintot, vagyonvárosgazdálkodásra 456 millió forintot, közterületek rendjének fenntartása 48 millió forint, elszámolás a központi költségvetéssel 100 millió forint, házi orvosi alapellátásra 41 millió forint, védőnői szolgálat 18,5 millió forint, települési támogatásokra adunk 24,5 milliót, civil szervezetek támogatására 23 millió forintot. A következő oszlopban mutatjuk ki, hogy a kiadásoknál, tehát hogy hova tesszük az önök által befizetett például iparűzési adót, hogy köznevelési feladatoknak a támogatása az 736 millió forintba kerül Pomázon, ebből a központi költségvetésből 612 millió forintot kapunk, tehát a többit, mindezt a 100 millió forintot, azt abból a 777 millióból vesszük el, ugye, és ezzel mindjárt lecsökken a lehetőségünk, hogy fejleszteni tudjunk. Gyerekek bölcsődébe történő ellátása az 345 millió forint, szociális feladatok kiadásaira 309 millió forintot teszünk, és itt is kimutatjuk, hogy ez 655 millió forintba kerül a szociális ellátás, és ennek csak a felére 387 millió forintra van központi költségvetésünk. Gyermekétkeztetés, bölcsőde, óvoda, iskolába 334 millió forintot költünk ebből központi költségvetésből, csak 195 millió forintot kapunk, a többit pedig hozzáteszik a szülők, meg hozzáteszük mi a költségvetésből. Ezért próbáljuk
szolgáltatót rávenni, hogy normális minőségű ételt szolgáltasson, mert azt nagyon luxusnak tartom, hogy kifizetünk 350 millió forintot, és a gyerek fogja és bedobja a kukába, mert hogy ehetetlen az étel. Kulturális feladatok ellátására 164 millió forintot költünk, ebből mindössze 41,5 millió forint támogatás érkezik a normatívából. Tehát nagyjából így épül föl a városnak a működése a főszámokban. Hogyan készül a városnak a költségvetése, tehát mi az a folyamat, amin végig kell menni, és azért ezzel kell fölvezetnem, mert így mindjárt választ próbálok adni arra a nagy kérdésre, amit nagyon sok pomázi föltesz, hogy miért kell augusztusban, meg szeptemberben elindítani egy útfelújítást, vagy egy csatorna felújítást, miért nem csináltuk nyáron, amikor jó idő volt, teljesen helytálló ez a kérdés, de hogyha megnézik ezt a kis ábrát, nem ábrát, hanem diát, akkor látható, hogy a költségvetés készítéshez minden önkormányzatnál igaz. A költségvetés készítésének a folyamata az novembertől márciusig tart. Az azt jelenti, hogy novemberben elkészül egy költségvetési koncepció, körülbelül látjuk, vagy szeretnénk látni, hogy mit szeretnénk a következő évben megvalósítani. Decemberben megismerjük, hogy milyen normatívákat fogunk kapni a település működtetéséhez. Januárban már összerakjuk a főszámokat, körülbelül február környékén már elkészülnek az elemi költségvetések, minden intézménynek a költségvetése, az önkormányzat költségvetése, polgármesteri hivatal, óvodák, bölcsödének a költségvetése, szociális szolgálat, művelődési háznak a költségvetése. Ezt a költségvetést tárgyalja a megfelelő bizottság, illetve minden bizottság tárgyalja, utána a képviselőtestület tárgyalja. A lényeg az, hogy március 15-ig kell elfogadni a költségvetést, hogyha a képviselőtestület március 15-ig ezt nem tudja megalkotni, akkor fölfüggesztik a normatív finanszírozását az önkormányzatnak. Szerencsére ilyenben még nem volt részünk, nem is szeretnénk, hogy legyen, mert az nagy baj lenne. Tehát az azt jelenti, hogy eltelt 3 hónap az évből, és még mindig nem történt semmi, mert addig nem tudunk kiírni sem pályázatot, sem beszerzést nem tudunk indítani, ameddig nincs a városnak költségvetése, és már március van. Azt mondja a közbeszerzési törvény, hogy legkésőbb március 31-ig el kell készíteni az önkormányzatnak a közbeszerzési tervét az adott évre vonatkozóan. Ezt 5 évig meg kell őrizni, és a közbeszerzési tervet nyilvánossá kell tenni, ugye ez látható nekünk is a honlapon, illetve az úgynevezett EKR rendszerbe, ez az Egyesített Közbeszerzési Rendszerbe közzé kell tennünk. Szólok néhány szót a közbeszerzésekről, mert hát mégiscsak az a közbeszerzések, ugye az a beszerzéseknek a királya, de igazából ezt csak megemlítem, mert a most meghívott kör azok, akik valószínűleg nem a közbeszerzésre appellálnak inkább, hanem majd a beszerzésekre, elmondom majd a különbséget is a kettő között, illetve aki közbeszerzésre tud jelentkezni, azok általában olyan cégek, akiknek erre külön emberük van, akik figyelik ezeket és látják ezeket a támogatásokat. A közbeszerzési hatóságnak a vezetője, elnöke minden évben kiad egy közleményt, amelyben meghatározza azokat a közbeszerzési értékhatárokat, ahonnan kötelező közbeszerzést kiírni. Mi a különbség a beszerzés és a közbeszerzés között? Gyakorlatilag mind a kettőben ugyanarról van szó, hogy valamilyen árut, valamilyen szolgáltatást, valamilyen tervezést vásárolunk meg, csak hogy mennyibe fog kerülni ez a történet, és hogyha az jön ki, hogy ezt közbeszerzéssel kell megcsinálni, akkor ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb feneket kerítünk neki, külön közbeszerzési szakértő, aki ezt előkészíti nekünk, közbeszerzési kiírás kell, tehát sokkal bonyolultabb a rendszer, és sokkal tovább tart. Ugye előbb mondtam, hogy márciusban van költségvetésünk, kiírunk egy közbeszerzést, egy közbeszerzésnek a lebonyolítása ez 3 hónap körülbelül. Tehát akkor március, április, május, június, kiírtuk a közbeszerzést, és már június van, és még csak akkor fogjuk kiválasztani, hogy ki lesz az, aki majd a munkát
el fogja végezni. Megkötjük vele a szerződést, van egy úgynevezett 15 napos szerződéskötési moratórium, tehát megint eltelt egy hónap, tehát ott vagyunk már júliusban. Júliusban minden cég elmegy szabadságra, és azt mondtam, majd ha visszajövök, akkor majd beszélgetek velünk, megkötjük a szerződést, és ott vagyunk már szeptemberben, és szeptemberben kezdjük el azt a munkát végezni, amire teljesen jogosan mondják az emberek, hogy hát miért nem csinálták korábban, amikor itt volt a jó idő. Most ezért van az, hogy múlt évben lefolytatjuk a közbeszerzést, és a következő évben fogjuk megcsinálni a munkát, mert akkor el lehet kezdeni tavasszal. Ami ebből a táblázatból látszik, hogy árubeszerzés, jaj, de jó számok, nem látni semmit belőle, ugye? Nagyon jó. Tehát árubeszerzések vannak itt, építési beruházások vannak, illetve tervezések vannak, ez az, ami nekünk fontos, és amit tehát ez a sor az, ami nekünk fontos, ez a klasszikus ajánlatkérőnek nevezett dolog, ami azt jelenti, hogy önkormányzat, de akármilyen másik cég, hogyha közbeszerzést folytat le, akkor az azt jelenti, hogy ha építeni szeretne, akkor egy 50 milliós határ van, azaz, hogyha az építésnek a költsége meghaladja az 50 millió forintot, a nettó 50 millió forintot, akkor biztos, hogy közbeszerzést kell lefolytatni, hogyha ez alatt van, akkor beszerzési eljárást kell folytatnia. Ez a építésnél van, hogyha árut akar beszerezni, vagy valamilyen szolgáltatást akar beszerezni, akkor ez az értékhatár 15 millió forint. Ezt elég régen állapították már ezeket az értékhatárokat, és hát valljuk be, azért ez eléggé idejét múlt már, mert most 15 millió forint azért nem egy olyan nagy összeg, hogy egy szolgáltatásnál ezt ne lehessen elérni, és onnan az ember átcsúszik egy közbeszerzésbe, akkor megint egy csomó pénzbe kerül, 1,5 millió forint egyébként egy közbeszerzés lebonyolítása, plusz az a rengeteg idő, amit elpocsékolunk. És akkor van még egy különbség. Itt, ami a táblázatban látszik, ugye ez a fönt a közbeszerzési törvény 5-ös paragrafus első bekezdés AB pontja, ez a kormányzati szervekre vonatkozik, az 5-ös paragrafus ez a többi szervre vonatkozik, az 5B szerint valamennyi olyat élő, ez akkor van, amikor kiemelnek a közbeszerzések közül valamit, mint például itt a szociális étkezés, különben minden kis településnek a közétkeztetése belecsúszna a közbeszerzési eljárásba, és ezért csinálnak ilyen kivételeket, és akkor húztak egy ilyen határt, hogy 287 millió forintig nem kell a közétkeztetést közbeszereztetni. Kétféle közbeszerzési eljárási rend van, ebben nem fogok belemenni, ezt csak megemlítem. Az egyik a hazai rezsim alapján lezajlott közbeszerzés, ez az, amikor ez a 15 millió, 50 millió forintos értékhatárok vannak, és hogyha ezt meghaladja a közbeszerzésnek a várható értéke, akkor a törvény alapján Európai Uniós rezsimben kell a közbeszerzést lefolytatni, azaz meg kell jelentetni az Európai Uniónak a lapjába. Egész Európában látják, hogy itt megjelent egy közbeszerzés, és lehet rá jelentkezni. Hát most gondoljuk vele, hogy Pomázon az iskolába az étkezést mondjuk Brüsszelből nyerné meg valaki, hát kicsit furcsa lenne a szállítás. Tehát ezért van ez szétválasztva. De látjuk egyébként, hogy itt az Európai Uniós rezsim alapján lefolytatott közbeszerzéseknél azért elég magas árak vannak, tehát a 2 milliárdos beruházás tartozik ide, a zárubeszerzés pedig ennél a 287 milliónál van meghúzva. Az előbb láttuk a számokat az önkormányzatnál, tehát elvileg, hogyha nem választanánk ügyesen ketté, akkor uniós rezsim alapján kellene a helyi közétkeztetést is beszereztetnünk, ami plusz rátesz még 2-3 hónapot a közbeszerzésnek a lefolytatására. Mutatom Pomázváros 2024 évi közbeszerzési tervét, ezt a képviselőtestület március 31-e előtt fogadta el, tehát a költségvetés elfogadása után. Ebben az látható, hogy árubeszerzést nem tervezünk közbeszerzésre, építési beruházást terveztünk ebben az évben. Két építés van, az egyik a Meselia-hegy csapadékvíz elvezetése,
ez egy olyan 300 millió forint körüli, 350 millió forintos közbeszerzés. A tűzoltóság épületének az energetikai korszerűsítést terveztünk, ez a kettő, ez már elindult, illetve szolgáltatásoknál pedig a közétkeztetés szerepel, illetve a közvilágítás korszerűsítése. Látjuk, hogy mindegyik nemzeti közbeszerzési rezsim alapján készül, egyedül a közvilágítás lenne közösségi rezsim alapján, de itt most egy más koncepció kezd körvonalazódni, hogy hogy is csináljuk, úgy lehet, hogy meg tudjuk ezt így kerülni. Néhány gondolat a közbeszerzésekről. Közbeszerzési törvény írja elő, hogy ezt hogy kell lefolytatni. Ez a törvénynek a száma. Az önkormányzat rendelkezik közbeszerzési szabályzattal. Ez a közbeszerzési szabályzat, ez az 5/2015-ös önkormányzati rendeletnek a kettes számú függelékében olvasható. Ez a szervezet és működési szabályzatnak a mellékletének a kettes számú függeléke. Elvileg a Nemzeti Jogszabálytárban szabadon megkereshető lenne, de nem kereshető, meg éppen tegnap megnéztem, mert hogy a mellékletek benne vannak, de a függelékek nincsenek benne, viszont akit érdekel, az a mikrodat.pomasz.hu lekérdezések menü rendeletek, ott ki kell keresni az 5/2015-ös önkormányzati rendeletet, megkeresni a kettes számú függeléket, és akkor ott meg lehet nézni a városnak a közbeszerzési szabályzatát. Ennyit szerettem volna mondani közbeszerzésekről, és még egyszer azt, hogy aki közbeszerzésben utazik, és közbeszerzéssel tud valamit kezdeni, azoknál külön ember van, aki erre rá van állítva és figyeli. És akkor most érnék rá a beszerzésekre, ami úgy gondolom, hogy önöket is inkább érdekelni fogja. Van egy beszerzési szabályzata az önkormányzatnak, ez az 5/2015-ös önkormányzati rendelet, csak a 9-es függeléke annak a szervezet és működési szabályzatnak. Ez írja le, hogy hogy kell ezt a beszerzési eljárást lefolytatni. Ez megtalálható szintén itt a fenti linken, mikrodat.pomasz.hu lekérdezések és rendeletek, ott meg lehet nézni, és a szabályzatnak az a célja, hogy a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő árubeszerzések, építési beruházások, szolgáltatások a leírt eljárási szabály szerint legyen lefolytatva. Tehát az, hogyha szeretnénk itt valamit javítani, építeni, kókányolni, akkor hogy kell ezt lefolytatni, és hát azért jöttünk össze, hogy ezt ismertessem. Ennek a szabályzatnak három alapelve van, az egyik az, hogy a verseny tisztasága, a másik, hogy azonos bánásmód, aki jelentkezik a közbeszerzésre, az, illetve a beszerzésre, bocsánat, a vállalkozókat azonos súllyal kell mérlegelni, és a jó hiszeműségnek az elvének érvényesülnie kell az eljárás lefolytatásánál. Néhány gondolat a beszerzési értékhatárokról. Beszerzési értékhatárokról azt kell tudni, hogy a törvény értelmében, pontosabban egy kormányrendelet értelmében nem kell beszerzési eljárást lefolytatni, hogyha ez a beszerzés életvédelmet, illetve vagyonbiztonságot, illetve ilyen azonnali beavatkozást szolgál, azaz most hirtelen árvíz van Pomázon, akkor nem folytatunk le egy beszerzési eljárás, hogy melyik az a vállalkozó, aki el fog jönni és árkotásni, meg dolgozni, hanem egyszerűen oda vannak rendelve vállalkozók, és utána kifizetjük a vállalkozóknak a munkadíját, tehát ilyenkor mentesülünk attól, hogy beszerzési eljárást kelljen lefolytatni. És a kormányrendelet, amire az előbb hivatkoztam, azt mondja, hogy nem kell beszerzési eljárást lefolytatni, hogyha ennek a beruházásnak az értéke a 200 ezer forintot nettó árról beszélek, a 200 ezer forintot nem éri el. Három kategória van megkülönböztetve a beszerzési eljárásoknál. 200 ezer forint alatti beszerzések. Veszünk a mai rendezvényre pogácsát, vizet. Nem fogunk egy beszerzési eljárást lefolytatni, hanem a kollega elmegy a boltba és meg fogja venni. Hogyha ennek az értéke 200 ezer és 1 millió forint között van, ott már beszerzési eljárás köteles, illetve hogyha 1 millió forint fölött van, akkor természetesen megint beszerzési eljárás köteles. Most egy szolgáltatás megrendelését
ha beszélek, akkor és 1 millió forint fölött van, meddig mehetünk el szolgáltatás megrendelésben, hogy beszerzésről tudjunk beszélni? Ugye az előbb mutattam a záblát, 15 millióig, mert onnan már közbeszerzést kell lefolytatnunk, tehát onnan jön a bonyolultabb eljárás, tehát akkor ez az utolsó kategória, ez az 1 millió és a 15 millió forintos értékhatár közötti beszerzéseket foglalja magába. A beszerzési eljárás lehet egyszerű beszerzés, lehet meghívásos beszerzés, és lehet hirdetményes beszerzés. Ezeknek mi a különbsége? Hát egyszerű beszerzésről akkor beszélünk, amikor alatta van a 200 ezer forintnak, a nettó 200 ezer forintnak, ez lehet árubeszerzés, lehet szolgáltatás igénybevétele, ide semmi nem szükséges, tehát nem kell írásban semmit csinálni. Az más kérdés, hogy mi házon belül a polgármesteri hivatalban azért ezt szabályoztuk, hogyha ilyet csinálunk, azért a kolléganőnek egy feljegyzést kell küldeni a gazdasági főosztályvezető asszonynak, hogy a gazdasági főosztályvezető asszony tudja, hogy 190 ezer forintért valamit vásárolt, mert egyrészt meg kell keresni a költségvetésbe azt a megfelelő rovatot, hogy ennek hol van a helye, másrészt meg azért tudjuk, hogy a sok 190 ezer forintból bizony azért összejöhet itt több millió forint is, és még abból akár baj is lehet a költségvetésbe. Tehát gazdasági főosztályvezetőnek tudni kell róla, itt azért megjelenik egy írásbeliség, de most, hogyha bemegyünk egy boltba vásárolni, vagy szólunk egy vállalkozónak, hogy csináljon meg egy munkát, és ez nem ér el a 200 ezer forintot, akkor gyakorlatilag nem kell, hogy árajánlatot adjon, hanem csak megrendeljük a munkát, és lehet csinálni. Az 1 millió és a, tehát 1 milliónál, tehát 200 ezer és 1 millió forint közötti kategóriába azt mondja a szabályzatunk, hogy elegendő, ha legalább egy felkért ajánlattevő van, aki ajánlatot ad. Azaz, van egy bármilyen, ki kell meszelni egy termet, és ennek a teremnek a kimeszelése az, mit tudom én, 1 millió 200 ezer forint lesz, tehát már beszerzési eljárás köteles lesz. Keresünk egy vállalkozót, hogy megcsinálod, 1 millió 200 ezer forint, igen, megcsinálja, és akkor odaadjuk neki a munkát, hogy akkor tessék megcsinálni, tehát nem folytatunk le külön beszerzési eljárást. Abban az esetben, hogyha ennél magasabb, tehát 1 millió forintnál magasabb a beszerzési ára ennek a tevékenységnek, és azért valljuk be, az 1 millió forint az megint csak egy manapság már szinte semmi, na akkor van az, hogy legalább 3 ajánlatot kell az önkormányzatnak bekérni, és ezt az eljárást le tudjuk fújtatni meghívásos módon, illetve hirdetményes módon, vagy pedig vegyes módon. A meghívásos az azt jelenti, hogy kiküldjük 3 vállalkozónak az ajánlattételi felhívást, hogy ki szeretnénk festeni a óvodának a csoportszobáját, hogyha a 3 felkért ajánlattevőből legalább 2 ad rá ajánlatot, akkor ez egy érvényes ajánlat, abból már ki tudjuk választani, hogy kivel csináljuk meg. Ez a meghívásos. A hirdetményes az gyakorlatilag majdnem, hogy ugyanez, csak amikor ki szeretnénk festeni az óvodát, akkor közzétesszük a Pomázi Polgárba, hogy van egy ilyen feladat, és ki az, aki erre jelentkezik. És van a vegyes, amikor szólunk 3 vállalkozónak, egyben megjelentetjük Pomáz városnak a honlapján is, hogy hát, ha jelentkezik erre a munkára valaki. Problémát azt szokta okozni, hogy a vállalkozónak aztán pont arra nincs ideje, hogy Pomáz város honlapját böngészze minden nap, és nézze, hogy mikor milyen felhívás van közzétéve. Tehát gyakorlatilag sokszor eredmény nélkül zajlik le a beszerzési eljárásunk, mert nem jelentkezik a munkára senki. Tehát ezért kezdeményeztük ezt a mai találkozót, hogy pomázi vállalkozók kerüljenek be abba a körbe, hogy kapjanak értesítést, hogy tudjanak róla, hogy valamilyen munkát kell elvégezni. Hogyan néz ki egy ajánlattételi felhívás, amit az önkormányzat kiküld, melyek azok a
tipikus hibák, amit el szoktak követni vállalkozások, és mi az, amit ebben jól meg kell nézni, erről szeretnék a következőkben beszélni. Így néz ki egy ajánlattételi felhívás, ami fontos benne, ami be van karikázva, hogy a bal felső sarokban ott van, hogy ki ennek az ügyintézője, mi ennek az ügyintézőnek a telefonszáma, tehát ő az, aki információval rendelkezik. Ott szokták elkövetni a nagy hibát, és nem csak beszerzésnél, hanem közbeszerzésnél is, hogy elolvassa a felhívást, valamit nem ért, és fölhívja a polgármestert, vagy bejelentkezik a polgármesterhez, hogy szeretnék a polgármesterrel beszélni. És akkor én visszaszoktam üzenni a kolléganőkkel, hogy úgy beszéljen a polgármesterrel, hogy ha mi beszélgetünk, akkor nem adhatja be a pályázatot, mert érvénytelen lesz, mert én a döntéshozó leszek ebbe a történetbe, és én nem beszélgethetek senkivel közvetlenül. Ha kérdése van, ott van az ügyintéző, őt kell fölhívni, őt kell megkérdezni, mert nála vannak azok az információk. Tehát az első hiba, hogyha kérdésük van egy vállalkozás, egy beszerzési eljárással kapcsolatban, akkor ne tőlem kérdezzenek, hanem az ügyintézőtől, aki meg van jelölve ott. A másik oldal pedig látható, hogy ez a beszerzési eljárás, ez éppen mire van vonatkoztatva, mire van kiírva, milyen munkát kell elvégezni. Alatta természetesen ott van, hogy ki az ajánlatkérő neve, általában itt vagy Pomázváros önkormányzata, vagy polgármesteri hivatal, vagy polgármesteri hivatalnak valamelyik intézménye, esetleg polgármesteri hivatalnak, illetve önkormányzatnak gazdasági társasága lehet. És ott vannak azok a telefonszámok, hogy ki az, aki a cég képviseletében majd el fog járni. Ugye itt megjelenik a polgármester, de még véletlenül sem az én telefonszámom van megadva, hanem a központi telefonszám, nem az én e-mail címem van megadva, én csak képviselem ezt a szervezetet. Alatt a kettes pontban ott van a beszerzés tárgya, tehát egyáltalán miről is beszélünk. Ugye most jelen pillanatban egy ingatlan kerítésnek az elkészítéséről szól ez az ajánlattételi felhívás. A következő pontban műszakilag leírjuk, hogy mit szeretnénk, hogy ide szeretnénk egy 3D-s kerítés zöld színnel, másfél méter magas, egy kapuval, egy nagy kapuval, alul nem kell lebetonozni, tehát körbeírjuk, hogy mi a munkának a konkrét tárgya. Leírjuk, hogy a vállalkozótól mit várunk el, hogy mit kell még neki viselnie, hogy ezt a munkát ő elvégezzi, tehát ő neki kell kitűzni majd ezt a területet, ő neki kell egységárakhoz tartozó kivitelezési költségeket megelőlegezni, tehát meg kell vásárolni a beépítendő anyagokat. A kivitelezésnél, hogyha van valami forgalomtechnika, akkor azt neki kell biztosítani, tehát neki kell mindent megcsinálni, szépen ezeket itt felsoroljuk, és ennek megfelelően kell majd a vállalkozónak beárazni a munkát. Szerződés meghatározását leírjuk, hogy ez egy vállalkozási szerződés lesz, ugye lehet kötni megbízási szerződést, ez nem az, ez egy vállalkozási szerződés lesz. Leírjuk, hogy mi a teljesítésnek a határideje, azaz a munkaterület átadásától számított 30 nap például, tehát 30 napon belül meg kell, hogy valósuljon a munkavégzés, hol van a teljesítésnek a helye, és hát itt jön, ami elrettenti teljesen a vállalkozókat, hogy felsoroljuk, hogy mit kell benyújtania, hogy szóba álljunk a vállalkozóval. Cég esetén cégbírósági végzés, vagy cégkivonat, aláírási címpéldány, felelősségbiztosítás igazolása, összeférhetetlenségi nyilatkozat, átláthatósági nyilatkozat, képesítést igazoló nyilatkozat, amely bizonyítja, hogy az a fölkért személy, az tud ilyen tevékenységet végezni. Segítségképpen az átláthatósági nyilatkozatot és a másik nyilatkozatot, ezt ki szoktuk küldeni a vállalkozóknak, hogy neki ne kelljen keresni az interneten, hogy mi a bánat az, csak ki kell tölteni, de azért látjuk, hogy ez sem olyan egyszerű, ennek a kitöltése, úgyhogy majd erre is mutatom a példát. Leírjuk, hogy fogjuk kifizetni ezt a munkát,
hogy általában hivatalok, önkormányzatok 30 napra szokták fizetni a beérkezett számlákat, ha csak máshogy nem állapodnak meg, de ez az általános, hogy 30 napon belül fizeti. Leírjuk, hogy meddig kell tartani a vállalkozónak ezt az ajánlatot, jelen esetben 30 nap szerepel, ami azt jelenti, hogy beadtam az ajánlatot ma, akkor 30 napig nem csinálhatok áremelést, és azon az áron kell a munkát elvégezni, hogyha megnyeri a vállalkozó, és megkötjük a szerződést. És hát nagyon fontos, hogy az ajánlat benyújtásának mikor van a határideje, itt óra-percre szoktuk ezt megadni, és általában úgy szoktuk kérni az ajánlatokat, hogy elektronikusan kell benyújtani, tehát interneten kell benyújtani az ajánlatot, ha csak nem csináljuk azt, hogy benyújtható papírformátumban is a polgármesteri hivatal titkárságán, de jobb szeretjük, hogyha e-mailen történik a benyújtása. Erre vagy a Városfejlesztési Osztálynak van megadva valamelyik e-mail címe, vagy pedig van az önkormányzatnak ilyen ajánlat 1, ajánlat 2, ajánlat 3, vagy beszerzés 1, beszerzés 2, beszerzés 3, ilyen e-mail címei, és oda kell, hogy beérkezzen az ajánlat. Hogyha nem oda érkezik be, akkor már az ajánlat érvénytelen. Aztán a következő az ajánlat benyújtásának módja. Itt leírjuk, hogy elektronikusan, és kérjük a megjegyzés rovatba, írják be, hogy ilyen és ilyen helyrajzi számú ingatlanon kerítés, építés. Tehát ami a felhívásnak a jobb felső sarkában szerepel, mint név, illetve mint tárgy, hogy milyennek a beruházás, beszerzésnek a tárgya, tehát azt kell ide is beírni. Ajánlat bontásának helye, ez csak egy információ, hogy ez a polgármesteri hivatal nagy termében, városfejlesztési osztálynál fog történni, illetve mikor lesz a bontás, tehát mikor fogjuk megnézni. Ha valaki benyújt egy ajánlatot, és utána telefonál két nap múlva, jaj, nézzék már meg, hogy ez meg ez benne van, nem tudjuk megnézni, mert a bontás az azt jelenti, hogy addig a ügyintéző sem, illetve senki más sem tud belenézni a rendszerbe, mert ez minthogy a zárt borítékban nyújtották volna be, ez pont olyan, tehát nem lehet fölbontani. Csak akkor, amikor az óra pontosan mutatja. Ajánlatok elbírálásának szempontjai. Itt meg szoktuk adni, hogy most itt a legalacsonyabb ár az, ami fontos, vagy beleteszünk valamilyen plusz, akkor általában ilyen pontokat szoktunk megadni, erről majd néhány gondolatot mondok még, hogy mi alapján fogjuk elbírálni. Általában az egyszerű beszerzéseknél azt mondjuk, hogy a legalacsonyabb ár az, ami jó, de azért hozzáteszem, hogy meg szoktuk nézni. Tehát amikor kérünk kitölteni egy pályázati lapot, mit tudom én, most kerítésépítésről beszéltünk, és akkor leszoktuk írni, hogy akkor kérjük mondjuk részletezze, hogy mennyiért veszi meg ezt, meg ezt, meg ezt, és akkor a végén ez mennyibe fog kerülni. Ugye ezt viszonylag egyszerűen el tudjuk bírálni, de látunk már olyan trükköket most itt a csapadékvízelvezetési pályázatnál, hogy úgy volt beárazva az egyik pályázónál a munka, hogy helyszíni beton vásárlása a helyi beton üzemnél 1000 forint per köbméter. És akkor kérdeztük tőle, hogy ebből a cement hiányzik, vagy a kavics, mert hogy ez körülbelül a víznek az ára. Ugye ez azt jelenti, hogy az a ajánlat, amit ő beadott, az már komolytalan, mert hogy ennyi pénzből ő ezt nem fogja tudni megvalósítani. Most ez közbeszerzés volt, és ott vizsgáltuk ezt. Tehát itt megadjuk, hogy a legalacsonyabb bruttó vállalási ár legyen az elbírálásnak a szempontja, és egyéb információkat, hogyha ki akarunk kötni, akkor itt ki szoktuk kötni azt, hogy az ajánlattételi eljárás az díjmentes, tehát nem kell a vállalkozónak azért fizetni, hogy ő megkapja ezt az ajánlattételi felhívást, mert ezt díjmentesen adjuk közre. Itt szoktuk megadni, hogy melyik e-mail címre várjuk ezeket az ajánlatokat, és hogy az ajánlattal kapcsolatban ki az a kapcsolattartó, akitől lehet kérdezni. Tehát vagy aki fönt van a
felső sarokba, vagy akit itt megnevezünk, itt jelen esetben ugye osztályvezető van odaírva, hogy őt lehet fölhívni, ő tud információt adni. Ő még véletlenül sem polgármester zaklatjuk ilyennel, mert polgármester az a döntéshozó, és ő nem bonyolódhat bele senkivel ilyen beszélgetésbe, hogy hogy is kéne ezt megcsinálni, hogy ez jó legyen. Az eredményhirdetés napja mikor lesz, ezt is közzétesszük, illetve a szerződés és munkaterület tervezett átadása mikor fog történni, mikor szeretnénk átadni a vállalkozónak a munkaterületet, és utána megkötni a szerződést, és utána, hogy a kivitelezést el tudja kezdeni. És a végén pedig leírjuk, hogy mi az, amit a felhíváshoz mellékletben átadunk. Ajánlattétel, mérési vázlat, összeférhetetlenségi nyilatkozat, átláthatósági nyilatkozat, tehát ezeket megjelöljük. Na és akkor itt vagyunk ennél az összeférhetetlenség és titoktartási nyilatkozatnál. Ez az első, amitől úgy meg szoktak rémülni a vállalkozók. Tehát ez most benne van az önöknek készített dossziéba, tehát tessék elvinni, és egy ilyen összeférhetetlenségi nyilatkozatot kérünk tisztelettel kitölteni, mert hogyha ez nincsen, akkor érvénytelen lesz abban a pillanatban a pályázat. Nem egy vasizdasz, XYZ Kft. A címe 2013 Pomáz XY utca 1. Fontos, hogy ez a cégkifonatban szereplő adatokkal egyezzen meg. Mi a cégnek az adószáma, és Kis Pista Jóska Kft. Ügyvezetője, aki beadja ezt, és milyen tárgyban adja be ezt az összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Mi a fene ez az összeférhetetlenségi nyilatkozat? Az, hogy arról kell nyilatkozni, hogy itt a polgármesterrel, a hivatal dolgozójával, önkormányzati képviselővel senki nem botolt le előre semmit. A vállalkozó, aki beadja ezt a nyilatkozatot, illetve jelentkezik erre a munkára, nem rokona, ismerőse a döntéshozónak, vagy a döntést előkészítőnek, tehát nincs semmiféle rokoni kapcsolat. Aztán, hogyha nyilatkozik, hogy aki beadja, tehát a vállalkozó nyilatkozik, hogy semmiféle összeférhetetlenség nincs a kiírással kapcsolatban. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen korrupcióellenes klauzula, ami le van írva, és hogyha valami menet közben megváltozik, mert például neki állt lebeszélni a polgármesterrel, hogy mégis hogy kéne megcsinálni egy sör mellett, akkor erről köteles értesíteni a kiírót. Dátum aláírás. És gyakorlatilag ez az összeférhetetlenségi nyilatkozat. Egyszer kell megcsinálni, és utána ezt használni, illetve szoktuk mondani, hogy ha menet közben változik valami, akkor változtatni kell rajta, de általában nem szokott. Átláthatósági nyilatkozat. Na, az átláthatósági nyilatkozat, amit megint csak jogszabály ír elő, hogy ilyet ki kell tölteni, önkormányzat, államigazgatási szerv csak és kizárólag átlátható szervezettel lehet üzleti kapcsolatba, csak átlátható szervezetnek fizethet ki pénzt. Az átláthatósági nyilatkozatban az első pontban, az első két nyíl ugye értelemszerűen kell kitölteni, hogy alulírott név, születés, anyaneve, születési helye, ilyen és ilyen cégnek a képviseletében, tehát ezek a személyes adatok vannak ott. Ezután az első pontban itt felsorolja a jogszabály, hogy ki minősül törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek. Hogyha az általam vezetett cég, állam, költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, és ami ott föl van sorolva, akkor be kell karikáznom az egyes pontot. Ugye ez nem önökre vonatkozik értelemszerűen. Ezeket a szervezeteket a törvény átlátható szervezeteknek nyilvánítja. Önök a kettes pontba
tartoznak, ami azt mondja, hogy belföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő kritériumnak, és föl vannak sorolva, tehát ezt a három pontot vagy négy pontot kell megnézni, hogy ezek igazak-e önökre, az önök cégére. Egyértelmű-e, hogy ki a cégnek a képviselője, rendben vannak-e a cégpapírok, és hogyha igen, akkor bekarikázzuk a kettes pontot. Általában úgy szoktak visszajönni ezek a nyilatkozatok, hogy senki nem mer bekarikázni rajta semmit, de be kell karikázni a kettes pontot, hogy az vonatkozik ránk, mert mi egy ilyen cég vagyunk. A hármas pontban pedig ott a civil szervezetekre vonatkozik, az megint nem vonatkozik önökre. Tehát bekarikázzuk a kettes pontot, odaírjuk, hogy mikor volt a dátum, mai nap, és aláírjuk célszerűen az utolsó bekezdésnél, és ebben kitöltöttük ezt az átláthatósági nyilatkozatot. Különböző szervezetek különböző átláthatósági nyilatkozatokat szoktak előállítani, általában ezt a formátumot használják. Van, aki egy négy oldalast használ, hogy még bővebbet, még több hülyeséget szokott kérdezni, nem kell tőle megijedni, tehát igazából egyszer ki kell tölteni, kettes pontot bekarikázni, és hát ugye arról szól, hogy önök nyilatkoznak, hogy a céggel minden rendben van. Ajánlattételre felkértek kijelölése. Ez a meghívásos eljárás, amikor azt mondjuk, hogy legalább három különböző ajánlattevőnek kötelesek vagyunk egy időben elküldeni az ajánlatokat. Kitalálunk, és akkor maradjunk az előbbi példánál, hogy kerítésépítést szeretnénk csinálni, akkor el kell küldenünk három cégnek az ajánlattételi felhívást. Azt mondja a szabályzatunk, hogy előnyben kell részesíteni pomázi székhelyen rendelkező, vagy pomázi telephelyen rendelkező céget. Ugye ez azt jelenti, hogy támogassuk a helyi ipart, egyértelmű. Kis és középvállalkozókat, megbeszéltük, hogy itt csak kis és középvállalkozókról beszélünk, illetve mikrovállalkozásokról beszélünk, tehát ez stimmel. Környezetvédelmi szempontból előnyösebb ajánlatot adó céget kell előnyben részesíteni, és ez a legfontosabb, ami most jön, ez a negyedik pont, azokat a korábbi üzleti partnereket, akik munkájukkal szemben kifogás nem merült fel, és szerződéses és jótállási kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítette. Magyarul, mivel említettem, hogy nekem, mint polgármesternek, a városfejlesztési osztálynak, mint városfejlesztési osztály, nincsen semmiféle rálátási lehetőségünk az adóhatóságra. Így fogalmunk sincs, hogy kik azok a pomázi vállalkozások, akik pomázra adót fizetnek, nem is szabad, mert ez adótitoknak minősülnek. Innen honnan a bánatból tudnánk, hogy kik azok a pomázi vállalkozók, akik hajlandók az önkormányzatnak dolgozni, meg tudnának. Hát persze, hát ismerünk egy csomót, na de itt van ez a pont, hogy azokat kell előnyben részesíteni, akik korábbi üzleti partnerként az önkormányzatnál dolgoztak. Tehát ezért kell önöknek ebbe a körbe belekerülni, mert akkor ott van a lista a városfejlesztési osztályon, és amikor egy beszerzési eljárás van, hogy kerítésépítést szeretnénk csinálni, akkor gyakorlatilag, akkor kik azok a cégek, akik tudnak kerítést építeni? Hát ilyen kőműves, építőipar, mit tudom, mindesmi, akkor kollégák kiválasztanak belőle hármat, vagy nyolcat, vagy tizet, tehát legalább hármat kell, ha több van, az csak jó, és akkor elküldjük mind a háromnak, megjelentetjük a pomázi polgárba, illetve föltesszük a honlapra, hogy emberek lehet jelentkezni kerítésépítésre, mert munka van. És munka szokott lenni, tehát csak önökön múlik, hogy belekerüljenek. Tehát azzal, hogy most regisztrálták magukat a mai rendezvényre, már azt tudom mondani, hogy ez tök jó volt, mert már a lista alapján már meghívásos eljárásba kerestünk meg jelentkezett céget, sőt az egyik beszerzést azt meg is nyerte, úgyhogy kezd működni a dolog, csak legyünk benne minél többen. Hirdetményes eljárás közzététele, csak és kizárólag pomázi polgárba, azt mondja a szabályzatunk, a Pomáz város honlapján tesszük közzé ezt az ajánlattételi felhívást. Ugye a Pomázváros honlapjára, hogyha fölmegyünk, akkor ott van egy ajánlat
ajánlatkérések menüpont, és hogyha lenyitjuk az ajánlatkérés menüpontot, akkor jelen pillanatban két ajánlatkérés van föltéve, az egyik az már lezajlott, ez a Szőlőtelep utca csapadékvíz elvezetése, ez körülbelül ugye 30 millió forintos ajánlattétel, a másik pedig, amit ma tettünk föl, ez pedig a Szelistjébe a Viacolor járdáknak a javítása, erre kérünk ajánlatot. Tehát akinek a cégében ilyen potenciál van, hogy ilyet tud csinálni, akkor SOS, tessék megnézni az ajánlattételi felhívást. Ajánlatkérés csak akkor küldhető el, illetve csak akkor tehető közzé az önkormányzat részéről, amikor az önkormányzatnak fedezete van annak a munkának az elvégzésére. Ugye ez azért nagyon fontos, hogy nem kell attól tartani a vállalkozónak, hogy nem lesz kifizetve az elvégzett munkája, hát most tehát jól végezte el a munkáját, megtörtént a műszaki átadás átvétel, és nem kell attól tartani, hogy nem látja a pénzét. Amikor 19-ben én polgármester lettem, akkor 127 millió forint értékű számlatartozása volt az önkormányzatnak, amit nem fizettek ki vállalkozókat, mert úgy tettek ki ajánlattételi felhívásokat, hogy nem volt fedezet az önkormányzatnak a számláján, és hát volt olyan vállalkozó, nézzük, hogy 90 napon túl, tehát volt, aki fél éve már várt a pénzére. Na most ilyen már nincsen, tehát az önkormányzat csak akkor fog beszereztetni bármit, amikor ennek a fedezete ott van a költségvetésben, és ezt ki is fogjuk természetesen fizetni. Tehát anyagi fedezet rendelkezésre áll. Egy esetben engedi meg a jogszabály, illetve a beszerzési eljárásunk, hogy úgynevezett feltételes beszerzési eljárást, vagy feltételes közbeszerzési eljárást folytassunk le, amikor, most ezt hagy mondjam pontosan, tűzoltóság energetikai korszerűsítése éppen most zajlik, tehát elindult a beruházás. Ez egy feltételes közbeszerzési eljárás volt, amit itt lefolytattunk, ugyanis 103 millió forint uniós támogatást kaptunk ennek a munkának az elvégzésére, de a legjobb ajánlat, 11-en jelentkeztek a munkára, a 11 jelentkezőből a legjobb ajánlatot, egy 140 millió forintos ajánlatot adott az a cég, aki végülis megnyerte a munkát, ez volt a legkedvezőbb ajánlat, viszont nekünk erre 103 millió forintunk volt. Viszont ezt a 103 millió forintot 3 évvel ezelőtt kapta az önkormányzat, és itt a 103 millió forint az úgy volt megállapítva, hogy a tűzoltóság fűtésének a széndioxid kibocsátása szorozva mit tudom én mennyivel, és azóta ez a mit tudom én mennyi, ez a normatív szám, ez már emelkedett elég rendesen, leigényeltük az emelkedést, ami körülbelül fedezi a munkát, csak még nem kaptuk meg, csak hogy elinduljon a beruházás, azt mondtuk, hogy jelen pillanatban csak 103 millió forint áll a rendelkezésünkre, elindítjuk a munkát, leigényeljük ezt a pénzt, majd meg fog érkezni, ha meg ne adj Isten nem érkezik meg, akkor majd az önkormányzat kénytelen lesz hozzátenni a saját forrásából. Tehát ez az úgynevezett feltételes közbeszerzési eljárás. Az ajánlati felhívás értékelésének a szempontjai, amit beleírunk a felhívásba, hogy mi alapján lesz eldöntve, hogy ki az, aki megnyeri, vagy első helyen végzett a beadott pályázatával az ajánlatra. Itt vagy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, azaz azt mondjuk, hogy a legolcsóbb árat adó vállalkozó viszi a munkát, vagy pedig összességében a legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. És most ilyenre tessék gondolni, hogy ugye a kerítésépítésnél szerintem nincs mese, amit elmondtam, hogy megadjuk a paramétereket, és megnézzük, hogy ki az, aki a legjobb ajánlatot adja, aki a legalacsonyabb, az viszi a munkát, hajrá. Viszont amikor azt mondjuk, hogy valami olyan munkát kell elvégezni, ahol nem csak az a fontos, hogy ez olcsó legyen, hanem minél előbb készen legyen. És akkor azt mondjuk, hogyha ennek a munkának a végrehajtása, mit tudom én, 60 nap lenne, de amennyiben ő megcsinálja 30 nap alatt, ne adj Isten, 15 nap alatt,
akkor adunk valamilyen plusz kedvezményt, és lehet, hogy valamivel drágább lesz, de, olcsó, de előbb meg lesz a munka, jobb lesz az emberek hangulata, nem lesz fölturva a fél város. Tehát ilyenkor szokott előfordulni, és rengeteg ilyen szempont lehet. Egy ilyen pontrendszer alapján történik ennek a kiszámítása, amit kollégák el szoktak végezni. Beszerzési eljárásnak a folyamata. A beszerzési eljárást a polgármester irányítja. A polgármester létrehoz egy bíráló bizottságot, ez egy háromtagú bizottság, majd beszélek róla. A beszerzési érték és az értékhatároknak a meghatározása fog következni ezután. Ezt általában a városfejlesztési osztály kollégái fogják elvégezni. Ez két részből áll. Az egyik a helyzet és piacfelmérésnek a vizsgálata. Idei költségvetésünk beképviselői javaslatra belekerült egy beszerzési eljárás. A beszerzési eljárás elindítását ugye, városfejlesztési osztály vizsgálja, helyzetértékelést csinál. Helyzetértékelés alapján megnézi, hogy az a beruházás megvalósítható-e. Azt mondja a városfejlesztés, hogy ez egy marhasság, ezt nem lehet megcsinálni. Képviselő valahonnan látott valamit, de ez itt nem van. Szálljunk le a holdra. És ez legyen, és erre van 10 millió forintunk. Ezért megnézi a városfejlesztési osztály, értékeli, hogy van nekünk lehetőségünk leszállni a holdra. Nincsen, ez egy marhaság. Mennyibe kerülne egy holdra szállás? Van rá 10 millió forintunk? Marhaság. Tehát gyakorlatilag mind a kettő feltételt kilőtte. Azt mondja, hogy akkor ez nem megvalósítható, ez a beruházás. Tehát el sem indítjuk. Hogyha az jön ki, hogy megvalósítható a beruházás, tehát van reális alapja, meg lehet terveztetni, esetleg van már hozzá terv, és van is hozzá fedezetünk, akkor jön a következő, hogy a beruházásnak az értékét fogja megvizsgálni, hogy vajon mennyibe kerül majd ennek a beruházásnak a megvalósítása. Ugye miért kell ez? Mert el kell dönteni, hogy ez most egy beszerzési eljárás lesz, egy közbeszerzési eljárás lesz, vagy a beszerzési eljárásnak melyik kategóriájába fog tartozni. Ez körülbelül úgy be kell lőnie, hogy meg kell satszolnia. Ha nem tudja megsatszolni, azzal sincsen semmi baj, mert ilyenkor szokta az, hogy akkor indikatív ajánlatot kér egy cégtől, aki ilyennel foglalkozik, az mond rá valamit, vagy egyszerűen írunk ki egy olyan beszerzési eljárást, hogy a piac árazza be, és nézzük meg, hogy milyen ajánlatok lesznek, aztán majd eldöntjük, tehát itt sok mindent lehet csinálni, de igazából ugye az, hogy nem mindegy, hogy most beszerzési eljárást indítunk, vagy közbeszerzési eljárást indítunk, sem időben, sem pénzben nem mindegy. Fölöslegesen nem csinálunk közbeszerzést, mert 1,5 millió forintba kerül csak a beszerzési eljárásnak az elindítása, mint említettem. Ezután jön a beszerzési eljárásnak a megkezdése, ami megint több mozzanatból áll, ezt megint az előkészítő személy végzi, általában a városfejlesztési kollégák, ahol elő kell készíteni, meg kell írni az ajánlattételi felhívást, elő kell készíteni terveket, vagy meg kell terveztetni, hogy egyáltalán mit szeretnénk. A tervhez kell készíteni egy költségvetési kiírást, hogy be lehessen jó árazni. Majd elkészül ez az ajánlattételi felhívás, na, itt jön majd be a polgármester, és mert a polgármester fogja kiadni ezt az ajánlattételi felhívást, tehát az én nevemmel fog ez már megjelenni. Kitesszük a honlapra, elküldjük a vállalkozónak, elindul a folyamat, vállalkozók adnak be ajánlatokat. Arra a megadott e-mail címre szigorúan, majd hogyha odaérünk, hogy lejár a határidő, beadási határidő, és odaérünk, hogy bontás van, akkor hogyha ez e-mailen történik, akkor azzal kezdenek mindig a kollégák, hogy képernyőfotót csinálnak a e-mail ablakról, hogy hány darab ajánlat érkezett, és elkezdik földolgozni a beérkezett ajánlatokat. Általában ezek ilyen formai vizsgálatok. Megnézi, hogy adott-e be átláthatósági nyilatkozatot. Ha adott be, kipipálja. Ha nem adott be, félreteszi. Erről már valószínűleg ki fog esni. Adott-e be összeférhetetlenségi nyilatkozatot? Ha adott be, akkor kipipálja, nem adott be, akkor félreteszi, és oda fogja írni, hogy érvénytelen a pályázata. A lényeg az, hogy össze fogják állítani az összes beérkező pályázatnál egy ilyen formai vizsgálat alapján, hogy minden kelléke
itt van. Ha ne adj Isten valamit kell hiánypótoltatni, akkor hiánypótoltatják. Szokott ilyen lenni például építési beruházásoknál szoktunk kérni felelősségbiztosítást. Tehát, hogyha ő építkezés során kárt okoz valakinek, akkor ne az önkormányzatnál kopogtassanak, hanem akkor legyen neki egy biztosítója, aki jót áll ezért a kárért. És most éppen lefolytatott eljárásnál nem volt a jelentkezőnek felelősségbiztosítása, de nyilatkozott, hogy megkötötte, csak még nem kapta készhez. Mi elfogadtuk, és mondtuk, hogy két napon belül tessék benyújtani, és két napon belül benyújtotta, hogy már megérkezett a kötvény, tehát rendben volt a történet. Tehát megtörténik ez a formai vizsgálat, sorba is rendezik, hogy ki adta a legjobb ajánlatot, és hogyha ez megtörténik, hát hogyha előírtunk ilyet, hogy lehet árlejtést csinálni, ugye, hogy hasonló áron adták be az ajánlatokat, akkor egy ilyen kört még lehet futni esetleg, hogy azokat, akik mondjuk kihirdetünk 3-4 elsőt, és akkor tessék lefele menni az árba, hogy kinek lesz a legjobb az árajánlata a végén, tehát akkor lehet lefele licitálni egyet. Ritkán szoktunk ezzel élni, de elvileg ad rá a jogszabály lehetőséget, és hogyha ez megvan, akkor a bíráló bizottság ad egy javaslatot a döntéshozónak, ami vagy a polgármester, vagy a képviselőtestület, hogy ezek voltak az ajánlatok, ezek érvénytelenek, mert hiányzott belőle valami, ezek a jó ajánlatok, ezek rendben vannak, és ennyibe kerül ez a legjobb ajánlat, ezekből kell választani, és a döntéshozó, ami vagy polgármester, vagy képviselőtestület kiválasztja, és kihirdetjük a győztest, hogy kinyerte a beszerzést. A bírálóbizottságról annyit kell tudni, hogy ez egy 3 fős bizottság, polgármester hozza létre, állandó tagja az aljegyző, aki törvényességi alapon vizsgálja, a másik tagja a pénzügyi osztályvezető, aki gazdasági alapon, és a harmadik tagja az pedig annak megfelelő, hogy milyen pályázatot vagy beszerzést írtunk ki, hogyha ez valami építés, akkor a városfejlesztésről valaki, hogyha mondjuk az orvosi rendelőbe akarunk valamit, akkor a hatósági osztályról, tehát eldöntjük, hogy kinek ki tartozik oda. Lényeg az, hogy így áll össze ez a 3 fős bizottság. A bontásnál jegyzőkönyvet vesznek föl mindig a kollégák, tehát azzal kezdik, hogy lefényképezik a képernyőt, és csinálnak egy képernyőfotót, hogy hányan érkeztek be, megnézik a dátumokat, hogy még határidőbe érkeztek be a pályázatok, és utána ebbe a jegyzőkönyvbe fogják rögzíteni, hogy ajánlattevőnek a nevét, leírni, hogy milyen ajánlatot adott, fő paramétereket, javaslatot tesznek a győztes kiválasztására, aláírja mindenki ezt a dokumentumot, illetve az előbb említett, hogyha kell valami hiánypótlás, akkor egy kétnapos hiánypótlási lehetőséget adunk. Milyen közbeszerzések voltak ebben az évben? Meseli a csapadékvíz elvezetése, ez folyamatban van, 350 millió forintos beruházás 3 részből áll, folyamatban van, körülbelül 50%-nál tartanak, tűzoltóság energetikai beruházása szintén folyamatban lévő közbeszerzés, 143 millió forint a közbeszerzési értéke. Van egy gyermekétkeztetés, ez kiírás előtt van, ez valamikor majd szeptember hónapban fogjuk kiírni, szintén közbeszerzést, ez olyan 300-350 millió forint környékén van, és van a világítás korszerűsítése, amiből szeptemberben fogunk tárgyalni, ez elvileg egy 600 millió forintos beruházás, de lehet, hogy ezt földaraboljuk, máshogy csináljuk meg, nem az egész településre csináljuk meg, hanem csak ott, ahol megtakarításokat tudunk elérni, tehát egyelőre ezzel még dolgozunk. Ajánlom figyelmükbe a honlapon lévő fejlesztési térképet. A fejlesztési térképre rendszeresen és folyamatosan visszük föl azokat a beruházásokat, amelyeket az önkormányzat már meghirdetett, illetve elindított. Tehát nyomon lehet követni, hogy mi történt. És itt a fejlesztési térképe, hogy rákatintunk, akkor meg is mutatja akár fényképpel, hogy milyennek az egésznek a folyamata. Tehát érdemes néha ránézni. És akkor néhány gondolat, és ilyen címszavakban, hogy milyen beszerzések voltak eddig ebben az évben. A 200 és a 1 millió forint közötti beszerzések közül voltak kőműves munkák, 44,3 millió forintot költöttünk ilyen
munkákra, és aki jelentkezett rá, jelentkezett, aki nem jelentkezett rá, az kimaradt ebből a 43 millió forint, vagy 44 millió forintból, tehát azért érdemes jelentkezni rá. Tehát könyves munkák, kertépítés, betonozás, burkolás, parkosítás, festés, mázolás, gépkocsijavítás, rendezvényszervezés, földmunkák, víz- és fűtésszerelés, klímaszerelés, villanyszerelés, költöztetés, szállítás, árubeszerzés, szakértés, tervezés, vízszerelési munkák, orvosi rendelőbe, ablakfóliázási munkák, tehát ilyenek voltak. Ezek ilyen kisebb munkák gyakorlatilag, éppen a kép is azt mutatja, hogy ez a mesedombi óvoda bejáratának a lépcsőjét kellett kijavítani. Milyen beszerzések voltak nettó 1 millió forint fölött, összesen 82 millió forintot költöttünk ilyen beruházásokra. Víznyelőrács beépítése, árok és patkarendezés, kertépítés, járdakövezés, betonozás, járdajavítás, árokjavítás, árok tisztítással, stabilizált utak kátyúzása, ugye ezek az aszfaltos utaknak a kátyúzása, nem stabilizált utaknak a javítása, ez a földutaknak a javítása, főutca járdajavítás, városháza takarítása, derapatak japán keserűfűkaszálása, szőlőtelep utca csapadékvízzel vezetése, laptop beszerzés, ivókút létesítése, irattár helyreállítása, építési munkák, tehát ezek voltak, amik már túl vagyunk rajta. Mi az, amire még lehet jelentkezni, tehát aminek a kiírását lehet még várni, mert költségvetésünkben benne van. Ugye előbb említettem, a Szeliskébe térkő és járda javítási munkálatokra fogunk ki, illetve már írtunk is ki beszerzési eljárást. Városháza előtti bejárati lépcsőnek a javítása. Fölfagytak, mozognak, le kell szedni az összes lépcsőt, vissza kell tenni, rögzíteni. Hidakorlátjainak a festése, most várjuk a hídszakértőnek a véleményét, de hát gyakorlatilag nem kell hozzá nagy, hogy azt fogja mondani, hogy le kell festeni, mert rossz állapotban vannak már a korlátok. Önkormányzati lakás és nem lakás célú helységeknek felújítása. Rózsa utca melletti csapadékvízzel vezető ároknak a lefedése. Tervezési felületek, faültetések, fapótlások, esőkert növénytelepítése, parkosítás, csapadékvizelvezetés, javítás az oviba. Tehát ezek a munkák, amik benne vannak a költségvetésben, van hozzá fedezet, és ezeknek a kiírása valamikor most ősz folyamán várható. Hogyan jelentkezhetünk ilyen beszerzési vagy közbeszerzési pályázatra? Hát közbeszerzés, azt említettem többször, hogy LKR rendszert figyelni kell, általában ide nagyobb cégek tudnak jelentkezni, a beszerzésekre pedig a honlapon. Ha címlista van, és most ezt, amit én körbeadtam, hogy legyenek kedvesek aláírni, ez gyakorlatilag egy felhatalmazás, hogyha ezt aláírták, hogy akkor a megjelenő beszerzési munkára küldhetek önöknek közvetlenül értesítést az e-mail címre, akkor így fogunk tudni küldeni. És hát be kell kerülni ebbe a körbe, aki az önkormányzattal már dolgozott, és az önkormányzat meg volt elégedve a munkával, garanciális munkavégzés is rendben ment, és akkor gyakorlatilag ugye mindig visszatérően meg fogják kérdezni, hogy éppen nincs-e szabad kapacitásodok, mert valami munkát kellene végezni. Milyen dokumentumokat kell összekészíteni már előre? Cégbírósági végzés, vállalkozói igazolvány, aláírási címpéldány, másolatban, tehát nem kell, tehát kell csinálni egy könyvtárat a számítógépen, és gyakorlatilag, amikor ilyen van, akkor onnan átküldjük ezeket az adatokat. Felelősségbiztosításnak az igazolása, átláthatósági nyilatkozat, ugye amit kiosztottunk, amiről beszéltünk, összeférhetetlenségi nyilatkozat, kiosztottunk, beszéltünk róla, képesítés igazolása, milyen iskolai végzettségem van, milyen szakképzettségem van, és hogyha annak megfelelően van kiírás az önkormányzat részéről, akkor ugye igazolni kell, hogy én jogosult vagyok a cégemmel azt a munkát elvégezni. Érdemes begyűjteni legalább 2 referenciát, és eltárolni, hogy már ilyen tevékenységet végeztem valamihol, és ott meg voltak elégedve vele, és hogyha a felhívás mellé teszünk egy kitöltendő ajánlati lapot. Ez pedig azért van, hogy könnyebb legyen összehasonlítani a beérkezett ajánlatokat, tehát ez kvázi egy kiírás, aki látott már ilyet, egy kiírást, és oda van írva, hogy akkor a melyik részfolyamat mennyibe kerül, anyagdíj, és ennek a kitöltését, hogyha ilyet kérünk, akkor ezt is ki kell tölteni.
És akkor végezetül, hogy kommunikációs fejlesztések, együttműködési javaslatok, partnerprogram javaslatok. Tehát eddig is úgy éreztem, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a vállalkozók nem olvassák a honlapunkat, mi meg nem olvassuk a vállalkozóknak a honlapját, hát kinek van erre ideje, és így az információk elvesznek. Tehát én hiába írok ki a mi honlapunkra, hogy emberek tessék jelentkezni valamilyen munkára, hogyha a vállalkozó nem látja, mert miért látná, akkor ez nem fog menni. Tehát ezen valahogy változtatnunk kell. Annyi jó hírem van, hogy tervezzük, hogy a városnak megújul a honlapja még talán ebben az évben. Talán ennek lesz egy olyan felülete, ami csak kimondottan vállalkozóknak szól. Talán itt lesz valami olyan felülete, ami lesz valami automatizálás benne. Tehát, hogyha kérünk egy új beszerzési eljárás, akkor azok, akik már jelentkeztek és ott vannak a címlistában, automatikusan fogják kapni ilyen figyelemfelhívóval. Most elsőnek lehet, hogy úgy, hogy mindenki megkapja ezt a felhívást, és akkor vagy jelentkeznek rá, vagy nem jelentkeznek rá. Ha már úgy írtam, hogy profilba vág, vagy nem profilba vág, de utána lehet, hogy ezt lehet úgy szűkíteni is, hogy építési munkát csak olyan vállalkozó kapjon meg, aki építéssel foglalkozik, a könyvelő, meg csak azt, ami a könyveléssel kapcsolatos, az oktató, meg csak ami az oktatással kapcsolatos. Van olyanunk, hogy önkormányzati tévé, ez gyakorlatilag egyenes adásba közvetíti a képviselőtestületnek az ülését minden hónapban. Általában minden hónap utolsó kedjén vannak a képviselőtestületi ülések, ugye itt születnek a döntések a beruházások elindításáról, általában nagyobb beruházások elindításáról, tehát aki nézi ezeket az adásokat, az gyakorlatilag innen is tud információt szerezni. Van a Pomázi Polgár újságunk, amiben szintén szoktuk emlegetni, hogy milyen beruházások vannak, sőt közzé szoktuk tenni, ez eljut minden háztartásba. Van olyan, hogy Pomáz Online, akit köszöntök is, aki veszi az adásunkat, gyakorlatilag itt rendszeresen polgármester szokott tájékoztatást adni, hogy mik a folyamatban lévő ügyek Pomázon, tehát ez is lehet, de még ezt is kevésnek érzem, és most dolgozunk egy olyan, vagy gondolkodunk egy olyan megoldáson, hogy valamilyen Pomáz appot bevezetni, ami gyakorlatilag megint csak azt segítené, hogy azonnal tudja küldeni a mobiltelefonra az információt a vállalkozónak, hogy Pomázváros honlapján megjelent, és ilyen is ilyen felhívás, tessék megnézni, és amennyiben érdekes, akkor tessék rá jelentkezni. Tehát tervezünk egy ilyet, tervezünk egy szaknévsornak a létrehozását. Ezt az újságba gondoltam, amikor nekünk volt annak idején ez a Pomázi Tükör újságunk már vagy 10 évvel ezelőtt. Ennek a végén volt egy ilyen Pomázi szaknévsor nevű, ahova be lehetett regisztrálni, és gyakorlatilag, hogyha valakinek tervező kellett, vagy mit tudom én, mi kellett, akkor elővette, meg tudta nézni. Tehát egy ilyen telefonkönyv helyettesítő dolog volt. És akkor gondolkodunk ilyen Pomáz kártyának a bevezetésén, ahol volt régen ez a Városvédő Vállalkozó Klubja, aki talán találkozott vele egy ilyen x évvel ezelőtt, ami gyakorlatilag ilyen katalógusban jelentette meg a helyi vállalkozókat és elérhetőségüket. Tehát, hogy egy ilyet is esetleg meg lehet csinálni. Tehát gondolkodunk, hogy lehetne egy kicsit interaktívá tenni a kapcsolatot, meg az elérhetőséget, hogyan tudjuk helyzetbe hozni a vállalkozókat, hogy ne a másik település vállalkozói vigyék el azt a pénzt, amit az önkormányzat itt a városfejlesztésre tud fordítani. Én hiszek abban, hogy helyi vállalkozók vannak, és jó vállalkozók vannak, és hiszek abban, hogy sokkal nagyobb nyomást tud adni, meg akár ilyen erkölcsi nyomást is tud adni annak a vállalkozónak, hogy jól csinálja meg a feladatát, mert naponta találkoznak az emberek a boltba vele, és ha nem jól csinálja meg, akkor mindenki szidni fogja, ha meg jól csinálja meg, akkor mindenki dicsérni fogja. Most egy vidékről idejött vállalkozó, hát az meg összepakol, elmegy, és akkor bottal üthetjük a nyomát, mint ahogy itt a Bodza utcai, Dankó Pista utcai csapadékvízelvezetéssel kilódunk a vállalkozóval, mert egyszerűen nem hajlandó megcsinálni, amit meg kellene. Most egy helyi vállalkozó ilyet nem csinálhat meg, mert megeszik az emberek abban a pillanatban. Így meg csak engem esznek meg.
Hát tisztelettel ennyit szeretem volna elmondani. Tudom, hogy sok volt és tömény volt. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy helyi vállalkozók ne féljenek az önkormányzatnál jelentkezni munkára. Ne ijedjenek meg ezektől az istenverte papíroktól. Nem mi találjuk ki, nem tudunk rajta egyszerűsíteni, mert jogszabályok írják elő, viszont segítünk abban, hogy egyszer sikerüljön kitölteni, és utána pedig automatizmusan menjen és jöjjenek a vállalkozóktól az ajánlatok és jelentkezzenek a felhívásokra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.